Május 14-én ismét motoroktól lesz hangos Nyíregyháza, 20. alkalommal rendezik meg a motoros véradást, mely már korán reggel Nyírtéten elkezdődik, ahol az elhunyt motorosokra is emlékeznek. Rendőri kíséretel érkeznek majd a résztvevők a múzeumfaluba, faluba, ahol 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz tesztvezetés és egészségügyi állapot felmérés is. Arra kérek mindenkit, aki teheti, a véradás miatt elsősorban feltétlenül jöjjön el. Délután egy órakor lesz egy nagyon finom ebédünk, mindenkit szeretettel várunk. Én úgy szeretném, hogyha mennél többen tudnának eljönni. Még annyit tennék hozzá, hogy a 19 alkalommal több mint 6000 emberen segítettünk eddig, és volt olyan több alkalom is, hogy a 3-4 életmentéshez a helyszínről vitték a vért. Úgy gondolom, hogy ezért nagyon szükség van erre a véradásra. A motoros szezon a jó idő beköszöntével most kezdődött, és sajnos már az elmúlt hétvégén is több komoly baleset történt. A motoros balesetek többsége a statisztikák szerint legnagyobb számban az elsőbség meg nem adása miatt következik be. Az autósok gyakran a motorosok elé fordulnak egy-egy kereszteződésben, a keskenyebb járműveket gyakran nem is érzékelik. Szász Károly szerint azonban a közúti baleseteknek van egy új oka is ma már az kevés, hogy valaki jól tud vezetni, betartja a szabályokat, és például a motoros beöltözik tetőtő talpig. Itt most már van egy negyedik dolog, amire nagyon oda kell figyelni, és én most úgy érzem, hogy emiatt sajnos meg fog emelkedni a motoros balesetek száma, meg az autósok is nyilván. Ez pedig a következő. Nagyon sok balesetnél megfigyeltem, hogy az emberek agyilag nincsenek ott a közlekedésben. Le van nagyon terhelve Agyilag az ember, és teljesen másra gondol, nem a közlekedés. Ő betartja a szabályokat, de viszont egyszer csak oldalról, hogyha történik valami, nem tud időbe reagálni. Tehát, miért agyilag nincs ott? Tehát, aki a autóba beül, vagy motorkerékpára felül, az attól kezdve csak a közlekedéssel foglalkozzon és csak arra gondoljon, körülötte a többiek mit csinálnak, hogy időbe tudjon reagálni. Mert most kimerném jelenteni, hogy a motorosoknak, az autós baleseteknek közel az 50%-a emiatt van. És ez egyre jobban nőni fog, mert agyilag egyre terheltebbek az emberek. A motorosoknál különösen fontos, hogy megfelelő biztonsági felszereléseket viseljenek. A jó minőségű bukósisak mellette a protektorokkal ellátott kabát, nadrág, a motoros kesztyű és a csizma is megmentheti viselőjét egy-egy nagyobb sérüléstől. A május 14 i véradás a tervek szerint 16 óráig tart a Múzeumfaluban, ahová az ország távolabbi pontjairól is érkeznek majd motoros egyesületek tagjai.